szöglet után még ugyanebben az 52. percben elvégezhet egy szabadrúgást is. Hadidáivel. Nem rossz ott a fejes, és bevédi Demjén, nem tud hárítani. Csóka. Szépít az Zalaegerszeg a második félidő elején, és ez nagyon fontos, hiszen biztos, hogy ad önbizalmat és erőt is a hazai csapatnak, és a cserék is bejöttek, hiszen Hadidáivelte középre a labdát, és az Csóka fejelte a hálóba. Hiába próbál Demjén hárítani, csak beljebb segíteni tudja a labdát. Csóka teljesen üresen maradt, talán Molnár Rajmund volt az, aki lemaradt róla. Ennyire üresen nem szabad hagyni.